Gondban van a legtöbb befektető, hiszen ha végigjárja a tanácsadókat, bankokat, vagyonkezelőket, brókercégeket, egyre nagyobb űrt érez maga körül, és azt tapasztalja, hogy az utóbbi években rendkívül mértékben lecsökkentek a magas hozamú, jobb minősítésű befektetési termékek. Érdekes módon nőtt a kockázati érzékenység, de az befektetők egy része hajlandó lenne nagyobb kockázatot is vállalni, de nem találnak olyan terméket, ami mérhető kockázattal magasabb hozamot lenne képes kitermelni. Tehát a két véglet található, a kockázatmentes termékek és a túl magas kockázatú termékek. Vegyük sorra, hogy mi érhető el jelenleg a piacon. A legismertebb és leggyakoribb termék a bankbetét és az állampapír. Ezekkel csak egy baj van, hogy véget ért az az időszak, amikor 10% fölötti kamatokat lehetett elérni, és jelentős mértékben erősödik az infláció. Tehát valószínűleg az idei évben már reál hozamot ezeknél a termékeknél nagyon nehéz lesz elérni, főleg ha még a kamatadót is figyelembe veszünk. Bizonyos érvek szólnak a vállalati kötvények mellett, elsősorban az, hogy magasabb hozamot lehet elérni, egy picit nagyobb kockázat mellett, például BTEL, OTP, MOL kötvények, vagy FHB jelzáloglevél és kötvénykonstrukciói lennének azok, amelyeket én egy portfólió biztonságos termékei közé besorolhatónak tartok. A befektetési jegyekkel van még igazán probléma. Ezek közül egyre gyakoribbak és keresettebbek az abszolút tőkevédett termékek, amelyeknél az a baj, hogy a tőkevédelem ára az egyértelműen az, hogy magasabb hozamot ezeknél a termékeknél, alapoknál nem lehet elérni, és vállalni kell, tehát ezek zárt végűek, vállalni kell egy hosszabb futamidőt, ami általában 3-5 év. A befektetési alapok másik csoportjába tartoznak azok a termékek, amelyek nyílt végűek, vegyes alapok vagy nagyobb részvénykitettség található ezeknél. Ezek jellemzően mínuszban vannak lassan már egy éve. Mutatóba lehet találni egy-két olyan alapot, amely legalább a pozitív hozamtartományba képes jutni. Megjegyzem, hogy az aranybefektetésről több külön videó szól, ezek is nagyon jó elemei lehetnek egy portfóliónak, és a kockázatosabb elemek közé az automatizált kereskedést, vagy a saját magunk által végzett tőzsdei ügyleteket javasolnám. Keressenek meg bennünket, és szívesen segítünk egy személyre szabott portfólió kialakításában.